Köszöntöm a szubjektív nézőit. Mai műsorunk vendége otthonosan mozog a koktélok világában, mert ő maga is készíti őket. A szubjektív vendége tehát Bus Attila bármixer, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban, szervusz. Hello. Mikor és hogyan kezdtél el bármixerkedni? Már mikor csöppentél bele ebbe a világba? Hogyan ismerkedtél meg a koktélokkal? Hát igazából ez lassan már 6 éve kezdődött el ez a szenvedély nálam, mikor elkészítettem otthon az első házi készítésű likőrömet, mert odáig voltam az alkoholokért gyerekkoromban is, bár nem szabadott volna, de néha-néha belekóstolgattam. És mikor elértem a 18. életévemet, akkor készítettem el az első megylikőrt, és fantasztikusan sikerült. A barátaimnak, ismerőseimnek is nagyon tetszett, és mondták, hogy csináljak még, készítsek még. Elkészítettem többféle variációban, és ez nem elégítette ki a kíváncsiságomat. Így bukkantam rá koktélokra is. Tehát akkor innen indult egy véletlenszerű próbálkozásból gyakorlatilag lettél bármixer, vagy a sikerélmény hozott neked kedvet ehhez a bármixerkedéshez? Igazából a kíváncsiság, mert mindig szerettem megtanulni az újdonságokat, és egy kihívás volt számomra, hogy nem tudtam semmit erről az egész világról, nem is hallottam róla, és ki akartam magam próbálni benne, mert szerettem különböző dolgokat kipróbálni magam, mert soha nem tudom, hogy miben lehetek sikeres. A koktélok fogyasztása azt mondanám, hogy a hölgyekre jellemző, inkább ők szeretik az ilyen különféle ízeket kipróbálni, vagy etéren is változott a trend? Igen, megfordult teljesen az egész trend, most már főleg a férfiak fogyasszák a koktélokat előszeretettel, a hölgyek maradnak az elegánsabb, kulturáltabb italoknál, mint például a bornál is. Tehát simán a bort fogyasztják igen, a hölgyek, igen. És akkor inkább a férfiak pedig igen. A koktélekat. Hogyha egy bármixerre gondoljunk ugye a Koktél című filmre, akkor azt látjuk, hogy a bármixer körül tele vannak hölgyekkel, ugye fürtökbe ott állnak a hölgyek. Nálatok is ez így van? Ez a valóságban is így történik? Hát igazából ez meg van már felezve. 50-50%-ban férfiak és nők is járnak koktélbárokba, különböző helyekre, és mindenki előszeretettel szereti nézni, ahogyan készítjük a koktélokat, nem csak a hölgyek. Ugye ez még az 1950-es, 60-as években ez egy hatalmas nagy trend volt, hatalmas nagy boom, és az emberek tátott szájjal nézték, a férfiak pont azért nem nézték, mert irigyelték a bartendereket, hogy pont körülveszik őket a hölgyek. Azt én bármixert használok, te bartendert. Mi a különbség a kettő két kifejezés között? Hát igazából nincs különbség kettő között, csak az egy a bármixer, az magyar, a bartender, az még angol kifejezés. Személy szerint neked melyik a kedvenc koktélod? Van-e ilyen? Van, több is van. Ha egyet meg kellene nevezni, az első koktél, amitől sikerült kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, lerészegednem, hogy szépen fogalmazzak. Igen, emlékezetes maradt. Ez volt a Singapore Sling nevezetű koktél. Mit kell tudni róla? Hát igazából az 1950-es években, hogy a neve is mondja Singapore Sling, Singapurban készítették el egy igen neves hotelben egy odavalósi bartender, bármixer. Az alapját egy nagyon jó minőségű gin képezi, tartalmaz még gránátalmas szirupot, sherry brandyt, citromlevet, különböző bittert, ananászlevet. Úgyhogy lényegében ennyi, amit tudni kell róla, és írtózatosan finom koktél. Melyik a legkedveltebb koktél, tehát amiből a legtöbb fogy? Ezt biztos te tudod, ugye, aki koktélokkal foglalkozik. Igen. Melyiket kérik a legtöbben? Nem mondom, hogy sajnos, de sajnos a mojitót. Uh-huh. Mivel mindenhol azt látják az emberek a tévébe, frissítő, igazából nagyon finom koktél, csak ha már mindenki azt kéri, akkor a bármixerek ráunnak ezt készíteni, és ők mindig újdonságot akarnak készíteni. De a mojito az, amit a legtöbb ember tud, és legtöbb ember szeret és kér. Te ugye bármixer vagy, és véletlenszerűen lettél ez, ami lettél. Kell-e valamilyen adottság ahhoz, hogy valaki bármixer legyen, ügyesség, vagy bármi más, ami ehhez szükséges, ehhez a szakmához, hivatáshoz? Hát, hogy az alapokat megtanulja valaki, nem szükséges igazából semmi. Úgyhogy kell maximum egy kis érzék az italokhoz, az üvegfogáshoz, ne ejtsük ki a kezünkből, mivel azért eltörni dolgokat nem gazdaságos. De ezek az alapokhoz nem kell szükség semmihez. Vagyis az alapokhoz nem kell szükség semmire, hanem utána, hogyha tovább akarja képezni magát az ember, nagyon sok elszántság kell, szeretnie kell az embernek olvasni és időt szentelni a munkájára. Igazából olyan, mint több a másik szakmák. Idő kell hozzá és elszántság.
Te a bármixerkedést mint hivatás, vagy mint hobbi üzöd? Mind a kettő. Nekem ez a hobbim, ez a hivatásom, igazából ez az életem. Tehát annyira szereted, mert ugye nem ezt fejezted, tehát nem ezt tanultad, hanem te az iskola mellett, a munka mellett tovább képezted magad gyakorlatilag. Igen. És beleszerettél. Igen, hát muszáj volt. Úgy éreztem, hogy be kell fejeznem egy egyetemet, egy tanítóképzőt, hogy ezt a szakmát, amit most csinálok, a bármixerkedést, ezt magasabb szinten is tudjam űzni. Szerettem volna megtanulni pszichológiát, hogy vendéglátás pszichológiájában minél jobban belelássak, hogy tudjam, hogy az emberek mire nyitottabbak, tudjak kommunikálni az emberekkel, és tudjam ezt a szakmát tanítani is, hogy elő tudjak adni. Azt számoltad-e, hogy az évek folyamán hány koktélt készítettél el? Hát körülbelül 500-ig számoltam, utána már abba hagytam a számolást, már egyszerűen nem lehet követni. Azt, hogy te koktélokat készítesz, ugye hobbi, hivatás, de magasabb szintre is emelted, ami azt jelenti, hogy versenyeken is vettél már részt, igen, nem kis eredménnyel. Igen, hát lassan túl vagyok már a 30. versenyen is, az elmúlt 3 év, már 3 éve versenyzek aktívan. Ezek közül, amit ki tudok emelni, ami tényleg egy rangos európai világszintű versenyek, az a tavalyi évben a montenegrói, budvai Trophy Montenegro, ahol megnyertem első Európa-bajnokságomat, és a szeptemberben, most itt tavaly szeptemberben az Elite Art of Martini koktél világbajnokságán vettem részt Magyarországot képviselve. Itt nálunk a Szerbiában mennyire népszerű a bármixerkedés? Hú, hát igazából még nagyon gyerekcipőben jár Szerbia a bármixerkedésben. Beográdban nagyon sok koktélbár van, Beográdon kívül egyre kevesebb, mert nincsen nagyon rá igény. Az embereknek úgy érzik, hogy nem tudják megfizetni, vagy hogy ha meg is fizetik, akkor nem kapják meg a árérték arányban azt az italt, amit szerettek volna. Ez egy hatalmas nagy tévedés, a koktélok mindig megérik az áraikat, és ugyanúgy benne van ugyanaz az alkoholmennyiség, mint hogyha egy felest, egy tömény italt megrendelnének a bárpultnál. Miért szeretik ennyire az emberek a koktélokat, és nem csak a sima italokat, ugye, mint mondjuk igen, egy bort? Hát az első az, hogy látványos. Uh-huh. Látványos. Szeretik az emberek nézni, hogy elkészítjük a koktélokat, dobáljuk az üvegeket a pult mögött. A koktélnak az íze, hogy olyan ízeket tudunk előteremteni, amitől egy ilyen wow érzés lesz az emberekbe, belekóstolnak, és ilyen wow, de jó ez a koktél, de jó, hogy eljöttem. És ezért szeretjük ezt a szakmát, hogy szeretjük ezt a wow érzést előteremteni az emberekbe, hogy vissza is jöjjenek hozzánk. Térjünk akkor vissza a versenyekre, ugye elmondtad, hogy több mint 30 versenyen igen, vettél már részt. A versenyek miből állnak? Tehát mi az, amit a zsűri értékel? Nagyon sok szempont alapján pontoznak. Kétféle zsűri létezik, egy szakmai és egy kóstoló zsűri. A szakmai zsűri nézi a megjelenésünket, a ruházatunkat, az eszközhasználatot, az eszközeinket, nézik az üvegeknek a tisztaságát, a poharakat, szóval lényegében minden technikai dolgot, az elkészítéstől kezdve az öltözeten át mindent. A kóstoló zsűri pedig magának a koktélt pontozza, hogyan néz ki, milyen a színe, milyen az állaga, milyen a díszítés, milyen az íze, milyen hosszú a lecsengése az ízének, szóval nagyon sok mindent néznek, nagyon, nagyon kritikusak ebben a szakmában. A 30-valahány versenyet közül van-e olyan, ami emlékezetes, ami úgy megmarad benned, amire szívesen visszagondolsz? Igen, igazából mindegyik versenyemre nagyon szívesen vissza tudok gondolni, mivel mindegyik egy új tapasztalat számomra, hogy hogyan kell javítanom magamon, mit kell javítanom, milyen irányba kell haladnom a versenyzésben, hogy még sikeresebb tudjak lenni. De tavaly voltam Szlovéniában először, Bledbe, Bledi tónak a látvány az egy élmény. Úgyhogy bárki, aki Szlovéniába jár Bled környékén, muszáj megnézni a tavat. Gyönyörű. És természetesen koktélokat is fogyasszon ott valahol a környéken. Persze. A tájegységeket, ugye több tájon, több országban jártál, tájegységeknek van-e külön koktéljuk? Tehát tudjuk ugye Amerikában mit szeretnek, Sex on the Beach, ugye vannak ilyen különféle fantázia nevű koktélok. Itt nálunk a környezetben melyek azok a koktélok, amelyek úgymond menők? Hát még, mivel Szerbia és Magyarország is még igazán gyerekcipőbe jár, így nálunk is ezen a térségen is még most kezd fellendülni a szakma, és itt is ez, amit már régen, már ilyen 30 éve Amerikában is lejárt lemeznek számító, Sex on the Beach, Mojito, Piña Colada, Tequila Sunrise, na ezek a koktélok azok, amik nálunk most a trendiek, és mindenhol meg lehet kapni, és megőrülnek az emberek érte.
Melyik az az alapanyag vagy hozzávaló, ami egyetlen koktélból sem hiányozhat? Hát az az alapszesz. Úgyhogy mindegyik koktél alapját egy valamilyen alkoholos ital képezi. Most ez legyen vodka, gin, tequila, vagy akármi, vagy egy whisky, amit most elkezdtek mostanában használni egyre jobban, egyre többen. Úgyhogy ezek az alapitalok, amik nem maradhatnak ki egyetlen egy koktélból sem. Alkoholmentes koktél nincs? Természetesen van, de azoknak is az alapját egy szesz képezi, és annak az ízére alapozzák rá a többit. Hogy készítenek például egy rum ízű szirupot, ami persze alkoholmentes, és azzal készítik el ugyanazokat a koktélokat, amelyeket alkoholos változatban is lehet kapni. Megint csak térjünk vissza a versenyekre, ugye nagyon érdekes számomra mindaz, amit elmondtál, hogy mit értékel a zsűri, ugye két fajta zsűri van, az a második fajtáknak talán jobb, akik kóstolgatják. Te hogyan készülsz a versenyekre? Tehát neked mennyi előkészület kell, vagy mi szükséges ahhoz, mennyi idő, hogy egy versenyre elkészülj? Hát, hogyha nagyon komolyan fel akarok készülni egy versenyre, akkor több mint egy hónapra van szükségem. Tökéletesítenem kell egy italt, be kell azt gyakorolnom az elkészítését, hogy az minél gyorsabb legyen, minél hibátlanabb legyen. Be kell gyakorolnom a díszítés, a dekoráció elkészítését, mert azt is mérik, pontozzák, hogyan készítem el ott is az eszközhasználatot, ez is, hogy minél precízebb legyen, minél elegánsabb legyen, és magát, hogy a lámpalázat leküzdjem. Ez a lehető legnehezebb. De hogyha felkészült vagyok, akkor nem vagyok lámpalázas. Hát ha viszont lámpalázat van, akkor előfordul, hogy ügyetlenebb vagy, ez az kiesik a kezedből, rezeg igaz? Rezeg a kezed. És utólag visszanézni a videókat, nagyon rossz, hogy rezeg a kezem, és nem tudom olyan szépen önteni, és azért is pont levonást kapok. Tehát ha lámpalázat van, akkor az már alapból pont levonással jár. Nem, hanem hogyha rezeg a kezem, és mellé megy csöppen valami, ez mind pont levonásokkal jár sajnos. És ha előtte egy koktélt bedobsz, és megnyugszol, akkor az segíthet rajtad? Vagy nem sok szabad? Esetben még az se tud segíteni. Van-e olyan koktél, amelyet te fejlesztettél ki? És annak mondjuk van egy neve, amit te adtál neki. Nagyon sok van. Igen? Nagyon sok. Hát minden versenyre egy külön koktélt kell elkészíteni, mindegyik egyedi. És én nagyon szeretem elmondani az embereknek, és ezt kiemelni, amit Ibizán, a koktélvilágbajnokságon vittem koktélt, mert ezzel foglalkoztam a legtöbbet. Egy elegáns, szép, sejmes koktélt készítettem el, amiben barátném nagyon sokat segített megjelenésben, mivel ő is egy ilyen elegáns hölgy, és szereti letisztult, elegáns dolgokat. És ennek a versenynek is pont ez volt a lényeg, hogy minél elegánsabb koktélt kell elkészíteni, minél kevesebb összetevőnek a használatával. Tehát akkor előtte leülsz, agya az, hogy hogy is lehetne, mint is lehetne, és akkor elkezded gyakorlatban is ezeket a dolgokat kipróbálni, és fejleszted magad ugye a versenyekig. Igen, és itt jön a képbe barátnőm, aki megmondja, hogy milyen díszítést készítsek. Mivel ő jobban ért az ilyen dekoratív dolgokhoz, hölgyek mindig jobban értenek hozzá. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy van hátország, aki segít, aki támogat, persze, és akire tud számítani. Persze, minden sikeres férfi mögött ott van egy sikeres hölgy. Természetesen ez így van. Melyik országban vannak a legjobb bármixerek? Tehát mondtuk, hogy Magyarország, Szerbia gyerekcipőben jár, igen, ami a koktélkészítést illeti, a bármixerek is vannak és nincsenek, de melyik országban vannak a legjobb, legütősebb bármixerek? Angliába és Amerikába. Anglián belül is Londonba, Amerikán belül New Yorkba. Ez a kettő koktél főváros van jelenleg, és egy harmadik is kialakulóban van Ázsiában, Szingapúrban. Itt ezen a három helyen történnek a legújabb innovációk, fejlesztések, legújabb dolgokat itt találják ki. Olyan koktélokat készítenek el, amit megáll az embernek az esze. Nem is gondolunk ilyen, még én sem. Például foszforeszkáló csirkecsontból készítenek koktélokat. Elsőre nagyon bizarul hangzik, de egy isteni finom koktélt tudnak belőle készíteni. Nem tudom elképzelni, de ha te mondod, biztos, hogy finom lehet. Neked van egy példaképed, akivel esetleg meg szeretnél ismerkedni, vagy lehet, hogy már meg is ismerkedtél, akinek a munkásságára felnézel? Van, Simone Caporale-nak hívják, ő egy olasz bármixer. Londonban az Artesian nevezetű helyet vezette kollégájával, Alex Cratanával, és ők kettőjüknek van az a kisugárzásuk, szellemiségük a szakmához, ami irigylésre méltó, és amire fel lehet nézni. Simone Caporale-val sikerült találkoznom, és élőben is beszélgetném vele pár szót, bár nem tudtam megszólalni sem, annyira ideges voltam, és annyira rezgett a kezem, mikor lekezeltem vele, és csak annyit mondott, hogy nyugodj meg, mert attól megnyugszol.
Ez a lámpalázasság egyébként jellemző rád más területen is, vagy csak itt a munkáddal kapcsolatban? Csak a munkámmal kapcsolatosan. Mivel szeretem mindig maximumot nyújtani, és hogyha elmegyek egy versenyre, találkozok egy ilyen számomra neves személlyel, akkor egyszerűen nem tudok uralkodni magamon, mert szeretném mindig a maximumot kihozni magamból, és a legjobb formámat mutatni, és lehet, hogy kicsit rágörcsölök ilyenkor. Említettük, hogy Magyarországon dolgozol, Szabadkán is környékén. Ha ki szeretnék próbálni a koktéljaidat, akkor hol tehetik meg? Az én saját koktéljaimat? Van olyan hely esetleg, ahol készíted őket, ahol néha napján meg lehet téged találni, meg lehet veled ismerkedni, elbeszélgetni. Ha valakit érdekel a bár mixerség, akkor tud veled konzultálni. Hát igazából személyesen most már egyre kevésbé, mert Szerbiában nagyon ritkán járok vissza, pont a munkámból kifolyólag, mivel minden energiámat, minden időmet a pécsi bárunkba ölöm bele, hogy minél jobban menjen és minél jobban haladjon, fejlődjön. De interneten, online, bármikor, bárkinek elérhető vagyok. Tehát Pécs az, ahol Busatillát meg lehet találni, igen, jelenleg, és ahol ki lehet igen. próbálni a koktélokat. Nyilván vannak terveid, hiszen ugye elmondtad, versenyekről versenyekre jársz, fejleszted magad. A közeljövőben milyen terveid vannak? Hát kitűztem magamnak kettő célt 2018-as évre. Az első az, hogy megőrzöm Európa-bajnoki címemet májusban, Budván. A második, meg hogy egy dobogós helyezést szeretnék elérni az egyik koktélvilágbajnokságon. Ez a kettő cél, amit az idei évre kitűztem magamnak, és amiért nagyon, nagyon készülök rá, és amiért nagyon harcolok. Mit javasolnál azoknak, akik szintén szeretnének a nyomodba járni? Hogyan kezdjenek bele? Hát gyűjtsenek egy hatalmas bátorságot, önbizalmat, és vágjanak bele. Mert ez a szakma tényleg nagyon megéri. Nem csak anyagilag, hanem egy olyan élményt tud nyújtani az emberek számára, amit semmi más nem tud. Kommunikálni az emberekkel, adni nekik egy pluszt a napjukba, hogyha rossz kedvük van, felvidítani őket. Ennek a szakmának varázsa van, lelke van. És erre te rájöttél, és időben rájöttél, és tovább fogod ezt folytatni nyilván. Igen, hát ebbe szeretnék megöregedni, ebbe a szakmába. Köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk, és gratulálunk az eredményeidhez. További sikereket kívánunk abban, amit csinálsz. Köszönöm szépen. Tisztelt nézőink, önöknek is köszönjük a figyelmet. A viszontlátásra.